Október 29. Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Efézus beliekhez írott levél 2. fejezet, 4-től a 6. versig. Isten nem fia áldozata következtében szereti a világot, hanem mert szereti, azért adta oda fiát, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amint Jézushoz kapcsolod magad, örök életed van. Az ő élete van benned. Krisztus által az Istenben vagy elrejtve, s mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt mi is megjelenünk dicsőségben. Eleget láttunk abból, amit a világ tökéletességnek nevez, hogy tudjuk, minden eféle értéktelen, mert megromlott a föld lakósai alatt. Ha életünket Krisztus által Istenben rejtjük el, mi leszünk a legboldogabb halandók a föld színén. Van hitünk, mely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket, hiszen Krisztus mindenki megtisztítója. Krisztus-e az első, az utolsó és a legértékesebb számodra mindenkor? Ha igen, olyan reménységed van, mely átnyúlik a világunkat szemfedőként betakaró sötét árnyékon. Reménységed a függönyön túl gyökerezik. Nem ingadozol jobbra vagy balra, hanem szilárd alapod van Jézus Krisztusban. Ellen G. White igehirdetések és beszédek, 2. kötet. Krisztus áthidalja a bűn szakadékát című fejezetből.